Szabadkán a vakok és gyengénlátók szervezete, valamint a Siketek és Nagyothallók Szövetsége próbál segíteni azokon, akik valamilyen hátrányosságból a társadalom kirekesztettjei lettek. Próbálnak munkát találni nekik, illetve aktivitásokat és képzéseket szerveznek. Az életük nem könnyű. Sokszor mások segítségére szorulnak. Nyilvás lakopit szlépcsövek, pogotó udánosú vrémi, szabzirom a brojnő diszkriminácié, koje imamó, i ne treba zaboraviti da smo pre 50 godina nas društvo shvatalo kao prosjake. Szied Mumtaz Ahmed festőművész siketnéma. 1937-ben született Pakisztánban, az iskolát is ott fejezte be. Hátrányosságából előnyt tudott kovácsolni. Szied Mumtaz Ahmed pakisztáni származású festőművész ellátogatott a Csantavéri Hunyadi János általános iskolába. Élete sokak számára tanulságos és inspiráló lehet. ...1968-ban átköltözött Svédországba, úgyhogy alkotó tevékenységét ott folytatta, majd világszerte kiállításokat tartott Európa nagyobb országaiban, mint például Svédország, Németország, Finnország, Ausztria, eljutott az amerikai kontinensre is. A gyerekek örültek a festőművésznek, és szeretnék, ha Ahmed többször is meglátogatná őket. Kezdetben nehéz volt a kommunikáció, de gyorsan megtanulták a jelbeszéd egyes jeleit. Például köszönöm, vagy például jó, ilyen kisebb alapvető dolgokat. Mutatott ilyen jelbeszédeket, tehát ha jól emlékszek, akkor így mutassák, hogy köszönöm. A festőművész és a gyerekek közös kiállítást is szerveztek. Az érdeklődők még megtekinthetik az alkotásokat Csantavéren az Aranyősz nyugdíjas teremben.